Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Nos, kedves nézőink, november 3-án lezajlottak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara választásai. A rövid hír az, hogy mind a 19 megyében a Magosz nyerte a megyei küldött választást, csak nem 48 ezeren értek szavazati jogukkal, ez 13%-nál több a részvételi arány, ez jóval magasabb a 2013-asnál. A leadott szavazatok több mint 88%-át a Magosz és szövetségesei, 17 szövetséges által alakított lista kapta. Vendégem pedig, ahogy természetesen eddig is, Zászlós Tibor, a Magyar Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Örülök, hogy itt van velünk, azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos lépcső, hogy újabb ötesztendőre nyugvópontra kerül a Magosz, illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ügye. Tisztelettel köszöntöm én is a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét, és igen, ez egy nagyon nagy felhatalmazás a gazda társadalom részéről arra, hogy további szolgálatkészséggel, kellő szakmai alázattal tudjuk végezni a feladatainkat a gazdák érdekébe. Az összefogás listája, mint ahogy ezt hívtuk is a választások során, valóban nagy arányú győzelmet aratott, de ahogy mondani szoktuk, a gazdatársadalomba beletartoznak azok is, akik a másik listát állították, beletartoznak nagyok, kicsik, közepesek, azok a feldolgozók és kereskedők, akik a törvény szerint is hozzánk tartoznak. Tehát nekünk, kutyakötelességünk a későbbiekbe még jobban, az eddigieknél is jobban képviselni a magyar gazdatársadalmat. A legkülönfélebb fórumokon, a törvény előkészítések során biztosítani azt a innovativitást, amivel a gazdák megélhetése, a vidéken tartása és gyakorlatilag az egészséges élelmiszer előállítása folytatódhat. Ez azért is inkább fontos, hiszen ma már tudományos kutatások van arra, hogy a cirkulális, a körkörös ökonómia, amelyik alig ad ki hulladékot a mezőgazdasági termelés során, mennyire fontos. Azt fogalmazták meg, hogy az emberi és társadalmi jólétrehez, ezt komoly tudósok vizsgálták, hogy három nagyon fontos dolog van. A megfelelő mennyiségű és minőségű élelmiszer, a tiszta ivóvíz és az élhető környezet. Ebbe valamennyibe az agrárium és az agrárium résztvevői tevőleges szerepet játszanak. Ezért is nagyon fontos ez a fajta egyértelmű összefogás, amit a választások bizonyítottak, ami alapján a későbbiekbe ezzel jól kell sáfárkodni, jól kell élni, pont azért, hogy az a környezet, az az élhető környezet meglegyen a társadalom minden tagja számára, amely biztosítja a jólétet. Innét folytatjuk, de azért tessék szó a riválisról, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének a MOSZ listáról is. Ugye tudva levő, mi magunk is beszámoltunk róla, hiszen az országos hírcsatornákon is megjelent, hogy Székesfehérváron tartott sajtótájékoztatót a MSZP, illetve az LMP egy-egy agrárgazdasággal foglalkozó országgyűlési képviselője. Ők voltak éppen kétségbe vonták a választások legitimitását. Erről azért beszéljünk, és utána majd folytatjuk természetesen a szakmával, mert hogy ez szintiszta politika, nem vitás. Én sajnálatosnak tartom, hogy egy ilyen szakmai szervezet, mint a Agrárgazdasági Kamara választásába politikusok ilyetén módon is részt vettek, de hát nyilvánvaló a lelkük rajta. Ezt én úgy ítélem meg, hogy ez a gazdáknak volt a feladata, hogy két gazdaszervezet közül válasszanak, de hát ebbe besegített nyilvánvaló szerkesztő által elmondott politikusok is, sőt, mi több, ez Fehérváron történt, itt bálaszalmákkal, ugye bálázott szalmával eltorlaszolták egy kicsit a bejáratot, nehezítve a bejutást, és
Hát én utólag csak azt tudom mondani, hogy pontos információt adtak a tekintetbe, hogy amikor 10 órakor bemondták, hogy a kamrai tagság mindegy 4%-a fog elmenni szavazni, akkor pont az volt az helyes adat 10 órakor. Ugye, hát utána még volt 18 óráig némi nemű időszak arra, hogy a többi szavazó is leadhassa a voksát, de ők ezt nem tudták. Sőt, mi több a Népszava a szombati számába vizionálta a majdani szavazásnak a végeredményét szombaton, a pénteki megmérettetés után. Tehát valahol ebből is az látszott, hogy nem tudtak valós válaszokat adni a vidék problémájára, nem tudtak valós válaszokat adni azoknak a gazdáknak, akik tömegével adták volna le a voksukat mellettük. Ez, még egyszer mondom, nem tehet egyetlen kamarai tisztségviselőt sem elbizakodottá. Ez erőt kell, hogy adjon ahhoz, és erőt is merítünk, hogy igenis tovább kell fejleszteni a kamarának a szolgáltatási részét, ami ugye az elmúlt időszakban sok törekvés volt rá, de most tud majd széleskörűen kibontakozni, hiszen az elmúlt hetekben a híradások a Fehérvár televízióban is számtalanszor hírt adtak, hogy Sárbogárdon megnyílt a NAK szolgáltató központja. Ezek a közösségi terek, amelyik negyedik volt az országban, közösségeket teremtenek. Itt a gazdákhoz helybe fog menni az információ. Tehát amikor a gazdák azt kérik, hogy akár szójatermesztés, akár öntözési lehetőségekről, akár más fontos témakörökről, pályázatokról szeretnének informálódni, akkor a Agrárgazdasági Kamara a legjobb előadókat fogja ezekre a helyekre kiküldeni, és szűk körbe, kerekasztal megbeszélésszerűen tudják megvitatni és átvitatni a problémáikat. De ha csak azt mondom, hogy ilyenkor már a tél kezdetén, majdani tél kezdetkor, mert még most a traktorok bővibe kint dolgoznak a területeken, a gazdák összejönnek, és egymásnak átadják az évvel kapcsolatos tapasztalásaikat. Tudjuk jó, hogy milyen volt az év idén megfelelő aszályokkal, csapadék nélküliséggel, időszakosan nagyon bő csapadékokkal tarkítva. Ezeket az információkat egymás közt is át tudják adni, és át tudják adni a következő nemzedéknek, azoknak a fiataloknak, akik most kezdik a szakmát. Tehát közösségformáló erejük lehet ezeknek a szolgáltató központoknak, és ebbe mindent meg fog a kamara tenni, hogy ezt serkentse, ennek a katalizátora legyen, és hogy minél több olyan szolgáltatást kapjanak, kaphassanak a gazdák, amit a tagdíjukból le tudnak írni, amit ezáltal a tagdíjukat ilyen értelemben mérsékelni tudják. Hiszen ezekben a központokban azért a bankoktól, biztosítón át sok mindenki meg tud fordulni, és a gazdának nem kell Fehérvárig jönni. Pont minden megyében azokat a centrumokat választjuk ki, ahol a gazdasűrűség a legerőteljesebb, és ez nagyon fontos. Ezért lett Hajdúböszörménybe megcsinálva, és nem Debrecenbe, Gödöllőn, és nem Budapesten, Sárváron, és nem Szombathelyen, vagy bármelyik közeli nagyvárost említsek. És a következő kis a karcagon lesz a következő, amelyik a legelőkészültebb állapotban van, és nem Szolnokon. Hódmezővásárhelyen várható az azt követő, és nem Szegeden, és nem folytatom tovább. Tehát a legfőbb cél az, hogy megyénként legalább egy ilyen legyen, de ahol a gazdaszűrűség ezt megkívánja, ott több is lehetséges, ahogy erre ugye a tagdíj és az anyagi lehetőségeink és különféle pályázatok lehetőséget adnak. Hát ide tartozik nyilvánvalóan a jégkár elhárító rendszertől kezdve az a most kialakuló öntözési projekt, ami kormány szinten fogja az öntözést oly mértékben támogatni, hogy az vonzó lesz a gazdáknak.
hiszen nincs nagyobb cél, mint a termésbiztonságnak nem csak a kialakítása és kívánalma, hanem a napi gyakorlatban való megvalósítása, és ebbe tud a kamara a későbbiekben is a gazdák oldalán lenni. Természetesen azokkal a választás során szövetséget kötött szervezetekkel, ezentúl mindazokkal, akikkel együttműködési megállapodást kötött, mert ez sokkal több az évek során, akik figyelemmel kísérik a gazdáknak az életét, akik figyelemmel kísérik a jövőjüket, mert legyünk tárgyalagosak, egy társadalom ellátása, hogy az elején az élelmiszer fontosságát megfogalmaztam, a gazdából él, és a gazdából tud gyarapodni a javai és a megtermelt javak alapján. Sárbogád remek példa, hiszen magam is ott jártam beszámolónkról, ön is említett már szót, a polgármesterrel beszéltem, azt mondta, hogy ez természetesnek veszi, ugyanakkor köszöni, hiszen Sárbogárd és Szükemet agglomerációs övezete a legnagyobb Fejér megyében mezőgazdasági területként nyilvánvaló. És ha már a Sárbogárdnál tartunk, akkor Sárbogárdon Mezőfalván volt a legnagyobb részvételi arány. Ugye ez nagyon sokat mond, hiszen a húzóágazat, ha mezőgazdaságot húzóágazatnak tekinthetjük a mezőföld szívében, ez nem is lehet vitás, de nyilvánvaló, hogy ahol erős a mezőgazdaságot, sokkal inkább kötődnek az emberek az agrárgazdasághoz is. Viszont beszéljünk a teljes szakmáról, hiszen a MAGOSZ társult szervezetei között jelen voltak a termelők, a feldolgozók és a kereskedők egyaránt. Azt hiszem, hogy ez is egy óriási előrelépés, hogy az a 17 szervezet tulajdonképpen lefedi a teljes agrárgazdaságot a számtóföldtől az asztalig, ha úgy tetszik. Ez természetesen így igaz, de még az előző gondolat, mert ez egy nagyon pici kiegészítést tennék, nem szeretném elvenni a Lajos Komárom környékéről. Ja, igen, Lajos Komárom természetesen. A teljes elsőségnek a mi voltját. És Szabadbattyán, igen. És ezt követően így igaz Mezőfalva, Sárbogárd és Szabadbattyán jön a sorrendbe, ahol a gazdák nagyon fontosnak tartották, hogy a szavazatokkal is megerősítsék gyakorlatilag ezt a választást, és köszönet értem minden olyan szavazónak, aki eljött a választásokon, és hát nyilvánvaló, hogy a későbbiekben is várjuk a véleményüket. És visszatérve szerkesztő úr általi kérdésre, értelemszerű, hogy ez a széleskörű összefogás biztosíthatja azokat az eredményeket, és azt a fajta korrekt információáramlást, ami innentől kezdve a gazdatársadalom beleértve immáron az élelmiszer feldolgozókat, kereskedőket felfelé tud áramlani a tekintetbe, hogy igenis azok a problémák eljussanak a kamarán át a törvényhozásig, és azokban változások is történjenek. Hiszen én azért lehet, hogy már itt ennél az asztalnál is említettem, hogy bizony a kamara az első időszakban meg kellett, hogy küzdjön azokkal a rossz beidegződésekkel, amik során ugye nem igen fogadták el a kamara érvelését, vagy érdeklődését, vagy jelzését azok a hivatalos szervek, akik hát megszokták azt a fajta cselekvési morált, metodikát, ami eddig volt. És amikor érzékelték a későbbiekben, hogy a kamara végigmegy az úton, a kamara nem hagyja abba egy adott témának a végigvitelét, innentől kezdve változott meg, de bizony a tudati változáshoz nem elég egy-két hónap. Tehát a szerves fejlődés az hosszabb időt vesz igénybe. Köszönet azoknak a gazdáknak, akik bíznak bennünk, hogy a ma már elfogadottságunkból is fakadóan még eredményesebben tudjuk az érdekeiket képviselni. Az összefogásnak pedig minden tagja ugyanazt a gazda érdeket képviseli, ami a magyar mezőgazdaság fejlődését kell, hogy szolgálja. Jakab István elnök úr rendkívül egyszerűen fogalmazott. Az agráriumban egység van, mondta ő, és a jövő szempontjából az ágazatnak rendkívül fontos stratégiai kérdésekben kell döntenie. És külön kitérnék arra is, hogy Fazekas miniszter úr pedig azt mondta, hogy a következő időszakban a kormány sokkal több feladatot szán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának. Azt hiszem, hogy ez bizonyos értelemben jó jel, viszont ha már stratégiai kérdésnek tekintjük, akkor bizony erősödnie kell a kamarának is.
a kamarának erősödnie kell, hiszen bebizonyította az elmúlt időszakban azt, hogy mindazok a terhek, amiket megkapott a gazdatársadalom vonatkozásába, ha még nem is a legkiválóbb módon működik jelen állapotban, de a gazda látta azt a törekvést, hogy ez a végső cél. Tehát nyilvánvaló akár a szolgáltatásokról beszélünk, akár a különféle információs rendszerekről beszélünk, növényvédelmi előjelzéstől kezdve, hagyd ne soroljak fel mindent, és bizony azok az égető problémáknak a megoldása, megvalósítása tekintetében, ami akár a kifizetések gyorsítását jelenti adott esetben, a legkülönfélebb támogatások tekintetében, vagy pedig olyan nem életszerű törvényeknek és törvénykezéseknek a megváltoztatása, ami fölösleges bürokratikus hálóval terheli a gazdát, és bizony elveszi az idejét attól a aktív érdemi munkától, amit neki a földeken, vagy az állatok mellett kell innovatívan eltölteni ahhoz, hogy még eredményesebb legyen. Azért is, hiszen ahogy azt mondtam, hogy egy társadalom a gazdából él, és a gazda terményeiből gyarapszik az egészséges élelmiszerek által. Ugyanúgy tudomásul kell vennünk, hogy a gazda az a növényből, a földből él, az állattenyésztésből, szarvasmarhából, sertésből, baromfiból él. Neki az a dolga, hogy ott legyen és megadjon mindent a földnek, a jószágoknak. Ezt akkor tudja csinálni, nem csak szívvel, lélekkel, mert azért választotta ezt a életformát, ahogy szoktam mondani, ez nem csak szakma, nem csak hivatás, nem életforma, ezért választotta ezt az életformát, mert szereti az állatot, szereti a földet, szereti a növényeket. De ha elvesszük tőle azt az időt, amit ott tud tölteni, akkor kevesebb tapasztalása lesz. Kevesebb ideje lesz annak, hogy rendszerbe gondolkodva megváltoztasson és hatékonyabbá tegyen dolgokat. És akkor hiába fogjuk elvárni azt, hogy jönnek úgymond keletről azok az országok, amelyek nagyobb területeken, más közgazdasági körülmények között termelik ugye a növénytermesztési termékeket. Úgy lehetnek innovatívak, ha el tudjuk érni és biztosítani tudjuk, hogy a gazda azzal foglalkozzon, amit szeret, amit előállít. Ehhez kell az Agrárgazdasági Kamara további erélyes és egyértelmű kiállása, hogy valóban a társadalom minden tagja élvezhesse és érezhesse a gazda meglétét és a gazda munkáját és annak eredményét. Igen, hát világos, ha jogbiztonság létezik, hát az alapvetés, viszont a jogi környezet gazdálkodó baráttá tétele, az pedig alapvetés lesz majd a jövőben, ez egyértelmű úgy szintén. Beszéljünk a vidékfejlesztési programról, illetve az uniós források elosztásáról. Azt hiszem, hogy ez is kiemelt, mert hogy csak önmagában a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarára és a szaktárcára nem számíthat a kormányra a gazda. Tehát az uniós források felhasználására igenis nagy szükség van. Az uniós források elengedhetetlenek a mai mezőgazdaságba. Tehát, hogyha nem szeretné Európa és a Unió, hogy az élelmiszer árak pillanatok alatt hát nagyságrendekkel növekedjenek, akkor ezt a támogatási szisztémát és rendszert nem csak fenntartani kell, hanem meg kell olyan módon őrizni, hogy igenis a termelő gazda részesüljön ezeknek a támogatásoknak a nagy részéből, ő tudjon belőle fejleszteni, ő tudjon hatékonyabb lenni, és nyilvánvaló ezáltal kellően olcsó élelmiszert előállítani, és biztonságos élelmiszert a piac számára. A múltkori beszélgetésünk során, ahogy említettem, a ma Magyarországon a
vidékfejlesztési pályázatok 1300 milliárd forintjából mintegy 1000 milliárdra van már kötelezettségvállalás. Ez azt jelenti, hogy vagy kifizették, vagy elbírált pályázat alapján a gazda már megbizonyosodott arról, hogy megkapja, már folyamatban van a beruházása, tehát egyértelmű kifizetési kötelmet vállalt gyakorlatilag kifizető ügynökség, a Magyar Államkincstár arra, hogy ez kifizetésre kerül, hát amiben nyilvánvaló megfelelő módon a beruházások megtörténnek. A tavasz folyamán már nem volt olyan pályázati kiírás, amelyik nem jelent volna meg. Jelenleg ugye a 78-ból még olyan 30-valahány körüli van, amelyik szabad kiírású. Ez azt jelenti, hogy még pályázni lehet rá, az összes többi már bezárult pályázat. Tehát tudjuk jól, hogy a gazda számára mindig rendkívül fontos a gyorsan kapott összegszerűség, a gyors elbírálás. Ahogy szokták mondani, kétszered az, aki gyorsan ad. De hát azért lássuk be azt is, hogy a számok azért mindenképpen nagyon fontosak. Tehát amikor még 20-ig, 3 év van hátra, és gyakorlatilag a kétharmadát már szétosztották a vidékfejlesztési pályázatoknak, a pályázatok alapján, akkor bizony azt sem szeretnénk elérni, hogy ott 19 és 20 táján csak az üres lehetőségek mesdjéjén mondjuk azt, hogy bizony kiosztottuk, és akkor joggal fogja a gazda azt mondani, hogy de hát nekem most is kellene valamiféle forrás. Nem biztos, bár a magyar gazdaság nagyon szépen növekszik, hogy nemzeti forrásból lesz annyi lehetőség, hogy ezeket pótoljuk. Tehát a takarékos gazdálkodás és a gondoskodás a jövőre vonatkozóan a Magyar Államkincstárnak is feladata, még akkor is, hogyha mindenki, aki pályázatot ad be, azt szeretné, hogy nagyon gyorsan elbírálásra kerüljön, és nagyon gyorsan az asztalra, vagy a zsebébe, vagy a gazdák a gazdaságába kerüljön az a pénzösszeg, amit megpályázott, netán elnyert. Innét folytatjuk, mégpedig azért, hiszen december 20-án dől el, hogy a köztestületben milyen tisztséget kap a tisztségviselők választása küldött gyűlésen. Úgyhogy ezzel folytatjuk, viszont kapcsolódva a választáshoz, hogy mennyire így van, amiről most beszéltünk, az elmúlt héten Velencén írtak alá egy együttműködési megállapodást a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Földművelési Minisztérium és különböző mezőgazdasági szakképzőiskolák. Maga az esemény is ugye az ENSZ Ferenc szakképzőiskolában volt. Erről nézzünk meg egy bejátszást, kedves nézőink. 12 agráripari szervezet írta alá Velencén azt a partnerségi együttműködési megállapodást, amely az agrárgazdaság Fejér megyei fejlesztését szolgálja. A Földművelésügyi Minisztérium és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara azt a célt tűzte ki, hogy a gyakorlatorientált iskolai rendszer és az iskolán kívüli agrárszakképzéssel növelje az ágazat versenyképességét. Azok az agrárszakképzők, akik csatlakoztak ehhez a rendszerhez, azok abban bízhatnak, hogy az iskolában tanított jó elméleti alapokat az itt csatlakozó mezőgazdasági vállalkozások, vállalkozóknál a gyerekek gyakorlati tudással egyesítik, és bízunk benne, hogy így az egyébként szakember hiányos területen egyre jobb szakértelemmel bíró diákok hagyják el az iskolapadot, és állnak Magyarországon munkába. Essék szó a pénzről, hiszen nagyon fontos, hogy az agrártánca miként tudja segíteni az intézményeket ebben. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a mai szerződéskötés az lényegében egy már meglévő gyakorlat szentesítése volt, tehát a felek, ha úgy tetszik, enélkül is együttműködtek, ezt most hivatalossá tettük, ez külön anyagi forrás nem igényel, ami a minisztérium büdzséjét örömmel mondom, hogy terheli,
és közreműködünk benne, illetve hát az ország büdzséjét terheli, az az, hogy ahol most is vagyunk, itt is az iskola felújítás, energia hatékonyság növelő beruházásokat folytatunk. Országos szinten mintegy 6 milliárd forinttal gazdagodnak így az agrárszakképző iskolák, tehát a mi dolgunk az, hogy vonzóvá tegyük fizikailag is ezeket az intézményeket, a mai együttműködési megállapodás pedig reméljük azt jelenti, hogy szakmai szempontból is vonzóvá teszik ezt a pályát a gyerekek számára. Ugye a szakmai szempontokban mindenképpen fontos szerep jut, fontos szerep hárul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarára. Ugye hagyományosan jó kapcsolat a minisztérium és a kamarak között, ezt nyilván megerősíti. Így van, mindig fontos üzenete, amikor megjelenik mondjuk az itt is a Agrárkamara megyei elnöke, nagyon fontos is, jó jelnek tekintjük, hogy ma megjelent elnök úr, hiszen ez azt jelenti, hogy a kamara is komolyan veszi azt az együttműködést, amely nem csak a agrárvállalkozások, hanem a minisztérium és az Agrárkamara között is fennáll, hiszen ők vannak kint a terepen, ők ismerik azokat a gazdálkodókat, akiknek egyébként munkaerő igényük van, és reméljük, hogy pont a mai együttműködés okán itt azok a vállalkozások, akik csatlakoztak, a jövőbeni munkavállalójukkal is találkoznak, az Agrárkamarára pedig ott hárul nagy felelősség és feladat, hogy hatékonyan közreműködjenek a beiskolázási kampányunkban, ami egyébként tapasztalatom szerint ugyancsak egy sikeres együttműködést jelent. A cél a jövő szakembereinek magas színvonalú iskolarendszerű képzése, a tudás megújítását szolgáló továbbképzések és a felnőtt képzés folyamatosan megjelenő igénye, valamint a duális képzési rendszer kibővítése, amely szorosabb együttműködést kíván a szakképzőiskolák és az őket körbevevő gazdasági-társadalmi környezet között. A gazdálkodóinknak, tagjainknak szüksége van a kiforrott, megbízható szakemberekre, akik értenek ahhoz, amit csinálnak. Ezért támogatjuk messze menőlegig ezeket a törekvéseket, másik oldalról viszont tudjuk azt, hogy munkaerő hiány van. Úgyhogy gazdálkodóink vagy tagjaink között is megy a polémia, hogy most munkaerőt vegyenek fel, vagy inkább fejleszték a vállalkozásokat, tehát automatizálják, gépesítsék. Ez nagy dilemma, ez a közeljövőben is. Nem tudjuk, hogy hova fog eljutni ez a rendszer, de bízom benne, hogy az itt megkötött együttműködések ezek hatásosak lesznek, és a gazdaság többi szereplőjére nézve is előremutatást fognak irányba venni. Nagyon fontos, hogy egyrészt a pályaválasztás előtt álló fiatalokat, a már dolgozó, de nem kellően szakképzett felnőtteket is megszólítják, hiszen a duális képzés ezt a célt szolgálja részben. Így van, ugye a duális képzés az a gyakorlati képzésre épülő képzési forma. A felnőtteknél ugye ott vetődik fel igazából, ahol egy hiány szakma felmerül, és mondjuk ő kikerül abból a tevékenységi körből, amit előtte csinált, ugye van lehetőség arra, hogy átképezzük a mezőgazdaság szakmái közül valamelyikre. Az együttműködés kiemelt területei a végzett fiatal szakemberek munkaerőpiacon történő elhelyezkedésének elősegítése, a duális képzés erősítése, a tanulók gyakorlati tudásának a lehető legmagasabb szintű emelése, illetve a gazdasági élet szereplőinek igényeihez igazodó, magas színvonalú felnőtt képzési tevékenység megvalósítása. Ez a mi iskolánknak, a Szent István szakképzőnek egy nagyon-nagyon jó lehetőség arra, hogy a területen működő gazdálkodók tudjanak egy példát mutatni a tanulóknak. Ha csak annyit, hogy egy gyakorlat, egyetlen gyakorlati nap erejéig ők megnézhetik azt a termelőüzemet, ami nyilván akkor gépesítésben és hatékonyságban olyat tud mutatni, amit a mi iskolánk nem, akkor mi már ezzel nyertünk. És hát nagyon szükségszerű volt ez, hogy egy föntről irányított módon történt ennek a megszervezése, hiszen az iskola próbálta saját maga által fölvenni a kapcsolatot ezekkel a vállalatokkal, vállalkozásokkal, cégekkel, de nagyon-nagyon nehezen működött és nagyon nehezen ment előre. A területen működő cégek közül
Nem mondhatnám, hogy mindenki itt volt, de én abban bízom, hogy az elkövetkezendőkben még nagyon-nagyon sokan megpróbálnak majd csatlakozni ehhez a lehetőséghez. Hazánkban az agrár és élelmiszergazdaság további megerősítése elképzelhetetlen a megfelelő szakember utánpótlás biztosítása nélkül. Az ágazat hazai és nemzetközi versenyképessége nagy mértékben függ az azt megalapozó szaktudástól, kiemelten a szakképzés minőségi és tartalmi kérdéseitől. Minőségi szakembereket képezzünk, olyan embereket, akik megállják a helyüket Magyarországon és az Európai Unióban egyaránt. Ehhez elengedhetetlen a duális képzés. Az, hogy a diákok ne csak elméletben tanulják meg azokat az ismereteket, amik a szakmájukhoz szükségesek, hanem a gyakorlatban is cégeknél, vállalkozóknál szerezzék meg a mindennapi élethez szükséges tapasztalatokat. És természetesen a cégeknek is érdeke mindez, hiszen azzal, hogy egy diák kimegy gyakorlatra egy adott céghez, lehet, hogy kedvet kap, vagy megerősíti a szakmai elhivatottságát, és valószínűsíthető az is, hogy ott marad a cégnél dolgozni, ezáltal csökkenti a munkaerőhiányát az adott cégnek. A pályaorientáció mellett, mármint a fiatalok mellett nyilván fontos a felnőtt képzés is. A célen jár abban, hogy ezeket a képzési formákat gyakorolja méghozzá magas szinten. Azt hiszem, hogy önöknek ez nem lesz újdonság, viszont mennyit segíthet általában az iskola rendszernek ez az együttműködési megállapodás országszerte? Én bízom benne, hogy sokat. Hát azt mindenki, vagy az mindenki számára nyilvánvaló, hogy az iskolák nincsenek könnyű anyagi helyzetben, és ez a megállapodás nem csak feltétlenül arról szól, hogy diákokat helyezünk egy nyári gyakorlatra, hanem nyilván a cégek részéről olyan tartalommal is megtölthető ez az együttműködés, hogy anyagilag eszközökkel vagy bármilyen más módon segítik az iskolákat. Az agrárszakképző és általában a szakképzőiskolák azért is vannak nehezebb helyzetben, mert gazdaságot is működtetnek, tehát ehhez ugye gépparkra és egyéb eszközökre van szükségünk. Konkrét esetben ugye ezek gyakorlatilag elavultak, elöregedtek, és nyilvánvalóan szükség lenne ezeknek a modernizálására, és az sem mindegy, hogy a diákok ugye milyen gépeken tanulják meg a szakmát, 20 éves, 25 éves traktorokon gyakorolnak, vagy a legmodernebb technikával felszerelt korszerű gépeken. A megállapodásban foglalt célok megvalósítása érdekében a partnerek kölcsönösen vállalták, hogy a pályaorientáció támogatása érdekében együttműködnek, közös programok kidolgozásában, rendezvények megszervezésében, kölcsönösen látogatják egymás rendezvényeit, elősegítik annak sikeres szervezését és lebonyolítását. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!